akkor haladunk, gyerekek. Akkor, ha pörgés van, ügyes vagy, lányom. Köszönöm. Aha. Jó van a guci. Ennek többet adni hamikát. Van. Semmi baj. Bencuskám, mit hozott neked apád? A mácskát? Úgy. Ne törődj, itt bóklász, nem, itt, Ivett, itt gyere. Kim vagyunk a vezetőlóval. Úgy. Szürkéről volt egy esés, meg is örökítettem. Hát ott a padikba. Aha. Tudod, ez a kirúg, meg úgy fölkapja a fejét, azt lekapja. De nem volt. Mellé áll, de pattant föl. Jó hosszú renged, Bencus. Ő már tudja. Tök hosszú renged ki. Ja, nincs longyos. Aha, jó. Ma mindjárt engedjük. Jó, van, semmi baj. Ügyesek voltatok. Palikám, köszi. Zabot már hord Attila, úgyhogy nagyon közeledünk a finálé fele. Majd Palko, majd a Pejhez gyere ide, légy szíves még. És akkor igazából már csak Pavel Csődi van. Tele van? Szuper. Majd még rakunk mindenhova, hogy holnapra itt legyen neki kárpa. Jó. Ó, tényleg jól áll neki. Ne huncutkodj, te! Most adj neki egyet. Úgy, ne engedd, hogy gondolkodjon, arra ott vagy te. Miután? Jön a Pej, hopp, és utána a Pavel Csőd. Mit akarok mondani, levideóztam a izét? Vagy a gazdád, nézd meg, mit hozott neked? Ott az alma. Hogy ment a két lonzsozós? Jó, Hibi frissebb volt. Frissebb volt? Lonzsori, az meg az izé volt, úgy belefűrgetett. Aha, jó van. Jó, szuper. Jó, mentek az. Ó, nagyon jó. Annyit is kellett. Tökéletes. Ez az, hogy hallgass a füledre, hogy amit mond. Hogy haladjunk, mit csináljunk. Igen, engedni. Keresi, vagy a... Már nyergeli a kislány. Pali, oda megy, megoldják. Ez az, jó élénken, vigyed őt, hagyj haladjon. Hagyj fáradjon a cicuka, ej, de okosan belementé, babám. Trenzli, hogy volt? Meg jó, a Bence marha magas. Ilyen nagy segítség, ilyen, hogy... Egyik fülén utána. De hallod, van, hogy elkezdett simogatni, és semmit nem csinál. Minden rendben? Tudom, megörökítettem, drágám. Aztán Fatime sétál, addig kizabolnak a lányok, sicsúgy. Na, kellett mondani a traktort. Esküszöm, beindult. Nem érted? Ez... Mi nekem visszabazva, 10 perc állt ide legyen. Nem, mert nem akar gyalogolni. Mehet! Jó, mehet, mert erre eljön. Csak majd lassan menjetek, jó kívül, Ivett! Majd inkább megálltok egy picit túloldalt. Vagy anya, megfordultok! A szokásos forduló! Igen. Na, meg volt a kis tréninged mára. Jó, be kell ide jönnie, beáll ide szépen, és akkor majd szól a Danka, és akkor mehettek trappot. Konténerek beljebb kerültek végre. Ne menj befele, hunci!
Behozza Bencus, jó, köszönöm. Köszi, Benc. Na. Nagyon szép. Aga, többet kapott picit? Jó. Táp. Adhatsz neki még egy fél árpát, nyomjál be neki. Hagyj egyen. Akár egy egésszel is beadhatsz. Így van, elosz, hagyj egyen. Éhessek. Hát lesz a Petinek itt minden. Én még ledarálok egy zsákkal árpát. Túloldalt megfordulunk, még egy kis trappal a mezzó. Nagyon jó. Ma nagyon okos. Nem tudom. Drágám, megyünk 3,5 kört, kicsit a fa alatt, alamezzó. Hát el ne csúsz, mehettek. Csak nem kell mondani Ivetnek, hogy vágtázz, hanem jó erős trappot menjen. Trott! Hagyj menjenek. Jó, kívülre vidd. Küld jó előre Agát, hát a kentrézik a kicsi. Küld jó előre. Úgy, ugrasz be őt. Ez az, már mehettek is. Gyerünk! Gálo! Gálo! Úgy, nem vagy te ügetőló. Nagyon szuper! Nagyon. Jóna nem hallja. Ez az, jöhetsz, Ivet, szuper. Nem baj, ő trappol, a kis bébi meg galocsasz megy. Kényelmes hát. Igen. Szép mozgása van ám. Uccsó kör. Ja, mehetsz anya, mennyi, mennyi. Uccsó kör jön. Hagyj galocsazon. Hagyj galocsázózzon. A következő páciens a Pej lesz, és utána Pavel Csődés. Foti mesé. Trap, túloldalt megállunk. Bejövünk fa alá. Még mehetsz, Ivetkém. Jó. Szuperek vagytok. Erre megyünk jobbra körül, kettőt, hazaviszed, jön a Pej. És aztán még van egy sárgád. Úgyhogy jó lesz neked, nem? Itt, anyus, itt maradunk. Most már csak fa alatt. De nem mondd, hogy rossz volt ez a mai nap, ugye? A raportot tartottál egy kicsit? Nem, akkor jó. Aha. Ő nem is volt úgy vészes, ugye? Kényelmesnek, kényelmes, jó, hát a nagy hatalmas ló, ezt a kiakaszt hallod, akkor, akkor kapaszkodik az ember. Ivetka olyan, mint te, mindig mosolyog. Sajnos, ez tetszik nekem ez a ló. Igen. Drágám, haza megyünk a következő körbe, a hókás, vagy vezeti valaki? Jöhet ki nyugodtan. Jöhet, miért ne jöhetne? Itt be. És akkor ő beállsz a Pejhez. És akkor még van egy Pave sárgád majd neked. Tehát még kettő, Csikó. Gyere, babám. Gyere, gyönyörű. Úgy nagyon jön. Ha így pörgünk, akkor megnyugszom. De ha szutyakolunk, tökölünk. Nagyon. Gyere, babám, gyere apával. Hopp, gyere.
Úgy jöhettek is ki a Pejkóba. Majd a Trenzlinét finoman tudod. Jó. Sokkal aranyosabb itt kint, mint benn. Hopp, jó. Meg esetem azt kell, hogy azonnal elmegyenek vele, és akkor nem ja. Hallod? Beviszed neki, Bencuskám? Nem fog enni az almát. Na majd látjátok. Adjátok be neki. Várja, beadjuk a izét, amit. Ó, persze, ott lenn van a feje. A Dankus játszik a fülével. Na, ilyen hülye kitalálja. De a Panisznak is vannak ilyen izéi. Hol aranyos a fülére, hol nem. Ja, köszönöm. Megy ki a pej. Jó, folytatni az abolást. Ám bár dehogy is még izé van. Jó, még van a sárga.